Az idei évben ünnepelte görögkatolikus papá szentelésének 33. évfordulóját Deák Miklós atya. Az esperes atya a 33 év alatt szolgálta, többek között a vellandi, a hamiltoni és a londoni magyar görögkatolikus híveket. A mai alkalommal a vellandi keresztelő Szent János magyar görögkatolikus templomban tartott misét, ahol kértük, mondjon pár szót az eltelt 33 évről. Krisztusban, kedves testvéreim, nagy öröm részemre, hogy az elmúlt héten ünnepeltem papászentelésemnek 33. évfordulóját. Szent Ignác napján szenteltek papá Lembergbe, vagy amit mondanak mostan Liviunak, és Istennek hálával tartozok, és közösségnek, akik támogattak 33 éven keresztül. A Jóisten áldja meg minnyájukat szeretetben, békességben és egészségben. Elsősorban a Szent Mihály Ukrán Görög Katolikus templomban szolgáltam évet, utána szolgáltam a Szent János keresztelő Szent Jánosnak a templomában, és utána pedig lenne a püspök atya kérésére szolgáltam a Szent Mihály Arkangyal Egyházközségben, és nem utolsó sorban szolgáltam a londoni egyház megyében a Szent István apostoli királyoknak a kis közösségét, akik most már megszűntek létezni, de még tovább megmaradtak a hitben és a szeretetben, és a magyarságához még mindig nagyon szívvel, lélekkel ragaszkodtak. Kérek mindenkit, hogy imádkozzanak érettem, én nekem már az Isten mindent megadott, amit imádkozva kértem tőle. Köszönöm szépen, Isten áldja meg mindjártokat. A mise után a hívek egy kis ünnepség keretében köszöntötték az esperes urat, aki kedves szavakkal köszönte meg a hívek megemlékezését.